veretlenül újra aranyérem, negyedszerre bajnok a BRS-e. Honfoglalástól Mátyás király koráig, idén is megrendezik a Békés Csabai vitézi játékokat. Nemzetközi kifutókról Tóth Komlósra, Pro Urbe díjat kapott Hrivnák Tünde divat tervező. Jó estét kívánok, Önök a 7.tv híradóját látják. Sorozatban negyedik alkalommal nyerte meg a bajnokságot a BRS-en női röplabda csapata. A csabai lányok a finálé harmadik meccsén is legyőzték a Vasas gárdáját, és 3-0-ás összesítéssel zárták le a párharcot. Húsvét hétfőn hazai pályán 3-0-ra nyertek Sós Nikolették, majd csütörtökön a fővárosban 3-1-re diadalmaskodtak, így bajnokváltásra készülhetett Békés Csaba. Ennek megfelelően teltház, közel 2000 szurkoló fogadta a csapatokat a városi sportcsarnokban. A rózsaszín fehérmezben pályára lépő címvédő nagy lendülettel kezdte az összecsapást, pillanatok alatt 4-5 pontos előnyt harcolt ki, amit a szett végéig meg is őrzött és 25-20-szal vezetést szerzett. A második felvonásban sem tudta tartani a lépést a Vasas, a vendégek vezetőedzője Jókai Zoltán ugyan időkérésekkel próbálkozott, de nem tudta kizökkenteni a házigazdát. Maga biztosan 25-17 arányban hozta a játszmát a Csaba, és egy szetre került az aranyéremtől. A harmadik játékrészben már felszabadult játékot nyújtottak Szakmári Grétáig. Nagy fölénnyel biztosították be a 3-0-ás győzelmet és a bajnoki címet. Az első mérkőzés volt a legnehezebb, a második a legfontosabb, és ez a harmadik mérkőzés, én úgy érzem, hogy megkoronáztuk ezt az évet, hiszen nagyon-nagyon-nagyon sok mindenen vagyunk túl, és egy jó játékkal tudtunk nyerni a Vasas ellen. Én nagyon örülök neki, én felszabadultan játszottam, szerettem volna a legjobb énemet mutatni az utolsó mérkőzésen. Sós Nikolett mind a négy bajnoki aranyéremnél az együttes tagja volt, de a csapatkapitány számára mindig különleges érzés a csabai szurkolók előtt ünnepelni. Fantasztikus, hogy ismét ennyi ember kijött, és hogy felállva tapsoltak még percekkel a mérkőzés lefolyása után is. Nagyon örülök, hogy pályára léphettem, és újra játszhattam egy ilyen hangulatú mérkőzésen, úgyhogy tényleg ez szerencsés helyzetben vagyok, hogy ezt évről évre megtapasztalhatom itt. Sasa Nedeljkovics második szezonját töltötte a csabai kispadon, és a tavalyi duplázás után idén 3 trófeát nyert az együttessel. Nagyon nehéz volt ezt a magas szintű játékot és a adrenalint és akarat erőt tartani egész évben. Nagyon fontos, hogy akkor voltunk legjobbak, mikor kellett, hogy legjobbak legyünk. Gondolom 3 döntőből, amit lejátszottunk, 3-at hoztunk, CEF-kupában 8-ban voltunk. Gondolom, hogyha bírok beszélni a tökéletes évről, az az idei év volt. A csabai egylet történetének legeredményesebb idényét tudhatja maga mögött, a klubvezetés pedig már azon dolgozik, hogy a jövőben további sikereket érjen el az egyesület. Nagyon komoly céljai vannak a klubnak, nemzetközi porondon is szeretnénk még sikeresebbek lenni. Persze ennek rengeteg összetevője van, úgy gondolom, hogy adottak lesznek a lehetőségek jövőre, és akkor elindulunk Európa meghódítására ismét. A BRS-e idén sem talált legyőzőre Magyarországon, mind a 28 bajnoki mérkőzését megnyerte, és így szerezte meg a negyedik bajnoki elsőséget. Fél évszázada látja el 27 település lakosságát az Orosházi Kórház. A kerekéforduló alkalmából az intézmény jubileumi ünnepséget rendezett. A kórház főigazgatója dr. Durai Gergő az eseményen bejelentette, a jövőben felveszik a dr. László Elek Kórház és Rendelőintézet nevet. Fennállásának 50. évfordulóját ünnepelte az Orosházi Kórház. Az 1967. április 30-ai átadása óta 27 település 150 ezer lakosát látja el az intézmény. Önmagában maga a tény az nem lenne abban az esetben hírértékű, hogyha nem lehetne elmondani, hogy az elmúlt 50 évben egy folyamatos fejlődésen ment keresztül az intézmény, és ennek a fejlődésnek tanújeleit láthatjuk akkor, amikor a 2007-2013-as időszakban az ide érkező tiopos beruházási pénzekre gondolok, az Újszárnyra. Dávid Zoltán, Orosháza polgármestere arról beszélt a jubileumi ünnepségen, hogy az eltelt fél évszázad alatt előrelépések, szakmai sikerek és olykor személyes tragédiák helyszíne is volt az egészségügyi intézmény. Egy valami azonban töretlenül végigkísérte az intézmény életét, mégpedig az, hogy az itt dolgozók arra tették fel az életüket, hogy a betegeket elhivatottan, tudásuk legjavát adva segítsék
gyógyulásokban. A jubileumi rendezvényen a szakmai előadások mellett egy emléktáblát is lelepleztek, ami a kórház aulájában állít emléket a kerek évfordulónak. Az ünnepségen bejelentették, hogy az orosházi kórház nevet változtat. Fenntartói engedélyt megkaptuk ahhoz, hogy a kórház nevet változtathasson. Dr. László Elek kórház rendelőintézet lesz most már az orosházi kórháznak a neve. László Elek volt az a személy, aki akkor még orosháza községnek volt az első ilyen községi orvosa, és az ő gondolataiból pattant ki, hogy kellene egy kórház orosházának. Az Állami Egészségügyi Ellátóközpont főigazgatója dr. Németh László ünnepi beszédében úgy fogalmazott, mindig öröm, ha egy kórház nevet vesz fel, mert a név kötelez. Felismerte azt, hogy gyógyítani mindenhol lehet, és mindenhol kell, ahol beteg ember van. Tehát közelebb kell menni a betegekhez, és ott kell lenni a helyszínen. Az orosházi kórház ugye ebben különleges, hogy az adottságoknak megfelelően minden kihívásnak meg tud felelni, kivéve tényleg azokat a speciális beavatkozásokat, amik, mint említettem, nagy intézetekben valóak. Az ünnepség sorozat végén emlékplaketteket adtak át azoknak a dolgozóknak, akik a kórházban legalább 30 évig dolgoztak, vagy dolgoznak még ma is. A Körös Motoros Egyesület egy koraszülött mentőautó megvásárlásához szervezett motoros felvonulást és adománygyűjtést a hétvégén. Már a közel 130 nagytestű gép Békés Csaba Gyula doboz dübörgőköre is felkeltette a lakosság figyelmét, de a motorosok még egy szép összeget is a persejbe tettek, közel 200 ezer forintot a saját pénztárcájukból. Még a gyerekeket is elhozták a szüleik, akik alig várták, hogy elinduljon a menet. Közel 130 nagy testű motor és gazdáik jöttek el a felvonulásra, de nem csak a nagy teljesítményű gépek dübörgő hangjával hívták fel a figyelmet a koraszülött mentőautó fontosságára. A kemény bőrruhás, néha zord külsejű motorosok nem fukarkodtak az adományokkal. Ezeknek a motorosoknak a nagy része mindegyik. Legalább 1-2 liter benzinárát rászánja erre a dologra. Amellett még, hogy ez egy kicsit reklám is neki, mert itt ez a tömeg vonza a látogatókat. Tudunk, minimálisan segítünk is anyagilag is, igen. Így, hogy van kislányunk, így fontosnak tartjuk, hogy igenis legyen ez fejlesztve. A szervező egyesület már a megalakuláskor azt tűzte ki célul, hogy lehetőségeihez képest minden karitatív megmozdulást támogatni fog. Mint elmondták, más motoros egyesületekkel is felveszik a kapcsolatot, és bevonják őket a kezdeményezésekbe. Mindenféle jótékonysági esemény mellé odaállunk, és próbáljuk a legtöbbet kihozni belőle. Amint látjátok, ez ma is sikerült, hisz közel 100-120 motoros van itt jelen pillanatban, akik részt vesznek ezen az eseményen, attól függetlenül, hogy kicsit kellemetlen az idő és fúj a szél, de itt vannak és segítik azt, hogy legyen Békés megyének is koraszülött mentőautója. A motorosok ilyen erős felvezetéssel indultak el, és a Békés Csabai járuháztól egyenesen a fürdőváros felé vették az irányt. Majd megérkeztek dobozra, ahol dr. Abdulrahman Abdulrab várta őket, és gratulált a figyelemfelhívó kampányhoz. Elmondása szerint a felvonulás hírét már sok helyről hallotta, ami nagy lökés a végcél eléréséhez. Nagyon jól haladunk, most már aktuálisan 26 millió forint van a Viharsarki Koraszülött Mentő Alapítvány számláján. Folyamatosan hasonló szép felajánlások érkeznek. Következő hetekben is rengeteg rendezvényünk lesz. Megkezdtük a mentőautónak a megszerzése. Az esemény végén pedig felbontották az adománygyűjtő ládát és megszámolták az összegyűjtött pénzt. A gyűjtés szervező gyermekorvos elmondta, a megyében született gyerekek 8-10%-a éves szinte legalább 250 újszülött szorul szállításra. Ezért is kiemelten fontos, hogy minél hamarabb meg tudják vásárolni az 50 millió forintba kerülő járművet. Stabil oldalfektetés, sebkötözés, újraélesztés adott esetben életet menthet, ha szakszerűen tudjuk elvégezni ezeket a feladatokat, például egy baleset helyszínén. Első segélynyújtó tudásukról adtak számot, immár 46. alkalommal a megye versenyzői hétfőn Békéscsabán, ahol a városban különböző megrendezett kárhelyszíneken is bizonyítaniuk kellett az iskolásoknak. 13 csapat mérte össze tudását az első segélynyújtó verseny megyei fordulóján, melyből 2 juthat tovább az országos megmérettetésre. A szervezők szerint mindenki nyer, aki elindul a versenyen. Úgy gondolom, hogy itt már mindenki nyertes, hiszen az első segélynyújtás szabályait megtanulva bármikor segíteni tud, nem
ijed meg. A tudás, ugye szokták mondani, hatalom, és ezek a gyermekek profi módon tudnak első segélyt nyújtani, és bárhol tudnak segíteni. A versenyre nem csak megyénkből, hanem a határon túlról is érkeztek. Sokat számít a fiataloknak, hogy lássák más országba, hogy megy a verseny. Önöknél a verseny kicsit nehezebb, mint nálunk, ezt el kell ismerjem. Komolyabban csinálják a gyerekek az első segélyt. Az aradi fiatalokon kívül még a Zrenjanini és a Szabadkai Vöröskereszt csapata is részt vettek a versenyen. Első körben az elméleti, majd a gyakorlati tudásukat tesztelték a csapatoknak. Több helyszín is volt, az egyiken ittas fiatalok verekedtek össze, az egyikőjük megúszta egy fejsérüléssel, még a másik fiatalnak artériás sérülés keletkezett a karján, és a versenyzőknek őket kellett ellátniuk. Igen, ő be van rúgva, és próbáljuk ellátni a sérüléseit, hogyha lehet, akkor ne vérezzen el, így amíg kiérnek a mentők. Úgyhogy megmentettük az életedet. Köszönöm. Nagyon rutinosan csináltátok, mennyi időt gyakoroltatok, vagy hányszor gyakoroltátok ezt a helyzetet? Hát igazából mi már voltunk a városi versenyen is, és akkor ott volt lehetőségünk ezt gyakorolni, meg az iskolában is gyakoroltuk, és hát így ezért tudjuk ilyen jól megcsinálni. Egy másik szituációban egy 5 éves vízbe fulladt kisfiút élesztettek újra az egyik csapat versenyzői. Kárász László vezető mentőtiszt elmondta, köszönhetően a nívós felkészítő tanároknak, akik az iskolákban dolgoznak, azok a fiatalok, akik a megyei szintű versenyre eljutnak, szinte a profi kategóriába tartoznak. Nagyon-nagyon-nagyon jó látni, hogy fölkészültek, ügyesek, bátrak, mernek beavatkozni, és azt szoktuk mondani, hogy bárcsak minden esetben, amikor tényleg valós helyzethez megyünk ki mentővel, ilyen ellátásban részesülnének a betegek. Hozzátette, biztos benne, hogy sok esetben a szaktudás akár életmentő is lehet. Két Békés megyei mesterszakács képviselheti a magyar gasztronómiát Indonéziában. Népszerűsítik a magyar konyhát és a magyar élelmiszeripari termékeket. Szakemberek szerint az úttal az üzleti kapcsolatok kiépülésére lehet számítani, valamint hazánk térségbeli megítélése is javulhat. Idén Tímár Attila és Tímár Albin mesterszakácsok népszerűsítik a magyar gasztronómiát Indonéziában. Séfjeink többfogásos menüket készítenek majd indonéz diplomatáknak, de tanítanak is. Helyi háziasszonyokkal közösen főznek magyar ételeket. Szakácsaink Békés megyei alapanyagokkal dolgoznak majd, és magyar jellegzetességeket készítenek. Megpróbáltuk a menüsort ugye szállítani, hogy a Békés megyei értékeket. Ugye elnök úr is elmondta ugye a libamájat, a kecskesajtot, a mangalicát, illetve a szürke marhát megpróbáltuk beleépíteni a menüsorba. Békés az egyetlen magyar megye, amelynek testvérmegyei kapcsolata van Indonéziával. A szakemberek azt mondják, az úttal tovább mélyíthető megyénk ismertsége, valamint bemutatható a Békés megyei értéktár és azok a magas színvonalú megyei termékek is, amelyekre büszkék vagyunk. Nem csak a mesterszakácsok utaznak ki, hanem olyan Békés megyei alapanyagokat juttattunk ki, amelyből azt gondoljuk, hogy a későbbiekben akár üzleti kapcsolat is lehet. Olyan gasztronómiai értékei vannak Békés megyének, amelyre lehet alapozni, ilyen távolságban is lehet alapozni, és reméljük, hogy az indonéz-magyar kapcsolatok elmélyítésében fog segíteni, illetve a fejlődő Békés megyei észak-szumátrai gazdasági kapcsolatokat tudjuk ezzel az inkább kulturális jellegű úttal erősíteni. A szakemberek szerint az úgynevezett gasztrodiplomácia sok szempontból elősegítheti az egymástól több ezer kilométerre fekvő országok közti kapcsolatot. A szakmák éjszakája ebben az évben is lehetőséget adott arra, hogy az érdeklődők megismerkedjenek a szakképzőiskolák kínálatával, ezzel is megkönnyíti a pályaválasztást. A Békés Csabai Szakképzési Centrumban a rendezvény összefonódott a 3 évtizede életre hívott díszmunka bemutatóval. Az iskola végzős diákjai alkalmi tartákkal, ételkülönlegességekkel és díszasztalokkal várták egyrészt a zsűri értékelését, másrészt a pályaválasztás előtt álló fiatalokat. Azért szeretem ezt a szakmát, mert fontos ebben az elegáns viselet, az ételeket ismerhetjük meg, az italokat megismerhetjük, emellett rengeteg embert megismerhetünk szakmánk alatt, és egy ilyen elegáns ünnepségen is részt vehetünk, és képviselhetjük az iskolánkat, illetve a gyakorlati helyünket. A díszmunka bemutatóra minden esztendőben nagyon készülnek a diákok, hiszen a zsűri szigorú szempontok alapján értékel. A szakmák iránt érdeklődők mellett ilyenkor az adott pályára készülő fiatalok is hasznos visszajelzéseket kaphatnak. Arra is van ugye majd lehetőség, hogy a zsűri értékelése után, eredményhirdetése után, akár a zsűri tagokat is, tehát meg lehet kérdezni, hogy mik voltak azok az apró olyan dolgok, amivel akár plusz vagy akár kevesebb pontot kaptak, tehát az a termékért, amit elkészítettek. A Békés Csabai Szakképzési Centrum közel 100 szakmát kínál a diákoknak.
amelyek többségével ezen a rendezvényen is találkozhattak az érkező vendégek. Az egész éjszakának az üzenet, hogy 0-tól 100 és korig jöjjön be mindenki, próbálja ki a szakmákat, lássa azt, hogy azok az együttműködők, akik itt vannak és elfogadták meghívásunkat, és esetleg ki is állítanak, kérdezzék meg tőlük azt, hogy milyen munka lehetőségei vannak azoknak, akik mondjuk itt éppen Békéscsabai Szakképzési Centrumban végeznek. Az érdeklődők ezen a nyílt napon megtudhatták azt is, hogy melyik foglalkozás mit akar. Ezzel is az volt a szervező célja, hogy segítsenek a pályaválasztásban. Ismét időutazásban lehet része azoknak, akik április 30-án és május 1-én ellátogatnak a Gabona Múzeumba, ahol negyedik alkalommal rendezik meg a békéscsabai vitézi játékokat. A látogatók visszaugorhatnak a középkorba, többek között haditornával, vásári forgataggal és táncházzal is találkozhatnak a hagyományőrző történelmi fesztiválon, ahol idén újdonságként ki is próbálhatják, hogy elődeink egykor milyen eszközökkel vonultak hadba. A fesztivál megrendezésének célja a középkori hagyományok népszerűsítése és megőrzése a Szent László emlékév kapcsán, mondta el a Munkácsi Mihály Múzeum igazgatója. Andó György hozzátette, a kétnapos rendezvény az elmúlt években több ezer embert mozgatott meg. A szervezők idén is bíznak abban, hogy a térségben egyedülálló, gazdag programkínálatnak köszönhetően sokan megismerkedhetnek a történelem egyes mozzanataival, a honfoglalástól egészen Mátyás király koráig. A nemzetközi fesztiválra idén Békés Csaba testvérvárosai is meghívást kaptak. Úgy gondoltuk, hogy az idén erre a vitézi játékokra, erre a két napra meghívjuk testvérvárosaink küldöttségeit is. Hadd mutassuk be számukra is, hogy milyen is nálunk a hagyományőrzés, hogy is néz ki Békés Csabán a vitézi játékok. A Gabona Múzeum területén mindkét nap folyamatosan középkori hadi bemutatók, színes vásári forgatag, kézműves mesterek bemutatója, trubadur koncert, gyermekjátszóház, ismeretterjesztő előadások, táncházi program és lovaglási lehetőség várja a látogatókat. Újdonság, hogy a bemutatott harci eszközöket ezúttal nem csak megtekinthetik, de ki is próbálhatják majd a látogatók. Tehát ki lehet próbálni az íjászatot, a kelevészhajítást, csatacsillag, dobócsillagoknak a használatát, tehát azokat az eszközöket, amiket annak idején a lovagok és a különböző zsoldosok használtak, ezt a látogatók is kézbe vehetik, megemelhetik és lőhetnek az íjakkal. A kétnapos fesztivál idén is látványos felvonulással indul, így április 30-án vasárnap 9:30-tól a Csaba Centertől több mint 100 korhű kosztümbe öltözött vitéz és úrhölgy vonul fel a városházáig, ahol Szarvas Péter Békés Csaba polgármestere köszönti majd a megjelenteket, akik ezt követően vonulnak át a fesztivál színhelyére. Rangos nemzetközi elismerést kapott a gyulai almási kastély az ICOMOS-tól, az UNESCO műemlékvédelmi világszervezetétől. A díjat a kastély szakszerűen előkészített, a teljes épületet méltó módon bemutató helyreállításáért ítélték oda. A rangos elismerés átadásakor méltatták az egyedi kiállítási koncepciót és az élményszerű látogatóvezetést. Példaértékűnek ítélték a kastély felújításának megvalósítását. A díj méltatásában kiemeltek, hogy történetileg hiteles, és minden részében a kor szellemét bemutató és felhasználó eszközökkel történt meg a felújítás. Korábban a gyulai vár is kapott ilyen elismerést, így a város már két ICOMOS díjat is birtokol, a megyében egyedüliként. Gyula polgármestere hangsúlyozta, hiteles és szakszerű helyreállítást szeretnének, az elismerés pedig megerősíti, hogy jó úton járnak. A másik pedig, ami nagyon fontos, hogy turisztikailag is egy piacképes, élményalapú, eladható attrakciót szeretnénk megvalósítani. Azt a részét pedig a vendégek igazolják vissza a vidéki viszonylatban rendkívül magas látogatószámmal. A város főépítésze elmondta, a felújításban a lehető legtöbb helyi vállalkozót próbálták bevonni, így az elismerés nekik is köszönhető. A nemzetközi kifutókról Tóth Komlósra érkezett Hrivnár Tünder divattervező legújabb kollekciója. A bemutató apropóját az adta, hogy a Tóth Komlósi születésű tervező a város napján vehette át a település pro-urbe kitüntetését. Szent György napján 271 éve alapította 400 szlovák család Tóth Komlóst. Erre emlékeztek a délbékési településen. A múlt ismerete és tisztelete az nagyon fontos, mert csak akkor tudunk eligazodni a jelenben, és akkor tudjuk építeni a jövőt.
A városnapján ünnepi testületülést tartottak, ahol Spisák Attila evangélikus lelkésznek és Rivnák Tünde divattervezőnek adták át az idei Pro-Urbe kitüntetéseket. Döntésünk hátterébe az állt a Rivnák Tündével kapcsolatban, hogy ő Tóth Komlósi születésű, Tóth Komlósról vitte el azt a tudást, azt a divatnak a szeretetét, amivel az egész világon, Kuala Lumpurtól Washingtonig a magyar unikumokat, a magyar népművészetet támogatja és népszerűsíti. Rivnák Tünde elmondta, családi örökségként viszi tovább a hivatását, mivel nagymamája és édesanyja is varónő volt. A Bányi divatmárkát tulajdonosa és divattervezője Rivnák Tünde alapította 17 éve. A Bányi kollekciók a hagyomány és újszerűség izgalmas kettőségét ötvözik. A Tóth Komlósi születésű divattervező ruháin a népi motívumokat gondolja újra. Kollekcióival bejárta a világot. Párizsi, malajziai, washingtoni és pozsonyi kifutók után tért most haza szülővárosába. Nagyon szerencsés vagyok, mert nekem a szüleim még mindig Tóth Komlóson élnek, és én hazajöhetek Tóth Komlósra. Minden nagy utazás, minden nagy kollekció bemutató után feltöltődni és erőt gyűjteni, és igen, 2-3 nap alatt én úgy érzem, hogy úristen, én most 10 évet visszakaptam az életemből, úgyhogy én azt gondolom, hogy én nagyon-nagyon sokat merítkezek Tóth Komlósból a mai napig. A tervező elmondta, hogy a munkáira jellemző hímzéseket mezőkövesdi és kalocsai népművészek készítik. Rivnák Tünde ezúttal egy meglepetés divatbemutatóval is készült a Tóth Komlósi rendezvényre, ahol számos kézzel hímzett ruhakölteményt láthattak az érdeklődők a divattervező legújabb kollekciójából. Ez volt már a híradó. További híreinket és videóinkat a behír.hu internetes oldalon találják meg. Köszönöm figyelmüket, további szép estét kívánok, viszontlátásra!